Ragyogó szép napot mindenkinek! Itt személyesen a Nap beszél, és ez itt a Szánhíradó. Örömöm szavakkal nem leírható, hogy ma is itt vagytok. Vágjunk is bele a gaming világ legújabb híreibe. A LEGO játékok egy új korszak elérkezett, ugyanis a Skywalker Saga névre hallgató gyöngyszem megjelent és élvezhető az összes populáris platformon. Ha még sosem játszottál PC és LEGO játékokkal, akkor lehet eljött az időd. Mindegyik roppant szórakoztató és lehetőséget ad arra, hogy egy valamivel gyerekesebb köntösben, de emiatt még mókásabban átélhess a kedvenc univerzumaid és filmjeid. A korábbi LEGO Star Wars részekhez képest kiemelkedő javulást értek el a kombatrendszerben. A karakternek irányítása sokkal könnyedebbnek érződik, és lövéskor a játékos hátulnézetből célkeret segítségével tud az ellenfelekre lőni. Ezen felül a közelharcokban lehetőségünk van blokkolásra, visszaverésre, és még kombóink is vannak. Azt pedig ne tévesszem meg, hogy a játék címében LEGO van. Vizuálisan lenyűgöző és hatalmas a világ, ami körbevesz, és rengeteg apró részletre figyeltek. 275 különböző karakter tudsz feloldani, amiknek a segítségével különböző helyekhez férhetsz hozzá, ami korábban zárólag voltak, és több mint 20 bolygó vár rád, hogy felfedezd. A LEGO játékok legjobb része pedig szerintem az, hogy egy barátoddal együtt élhetitek át a mókákat. Szóval te vedd meg a játékot, hívj át valakit, aki állja a nasi piát üdítőt, és több órányi remek szórakozásban lesz részetek. A Fortnite legújabb szezonja 2 héttel ezelőtt indult el, és talán az egyik legmeghatározóbb szereppel is bírhat a történelme során. Ha követed a játékot, nem fogok újat mondani számodra, de az eddigi legmerészebb és legnagyobb fenntartással fogadott módosítás az volt a játékmenetet tekintve, hogy nem lehetett építeni. Többnyire egy kísérlet is volt ez az Epic részéről, hogy vajon a közösség hogy fogadja ezt a változást, és hogy egyáltalán tud-e működni a Fortnite építés nélkül. Még érdekes módon én nem is beszéltem erről részletekbe menően, pedig szerintem egy izgalmas téma. Mindenképpen írjátok meg kommentben, ha szeretnétek látni egy kifejtős videót erről a már jól ismert babzsákos stílusban. Szívesen kifejteném nektek, hogy vajon miért működik a Fortnite építés nélkül. De most ami a lényeg, hogy az Epic úgy döntött, hogy véglegesen marad a Zero Build mód, ugyanis rengeteg pozitív megerősítés volt a közösség részéről. Az, aki lemaradva érezte magát az építésben, vagy szimplán csak egy könnyedebb, kellemesebb, hátradőlősebb módban szeretné élvezni a játékot, most már megteheti, remélhetőleg mindörökké itt. De persze sose lehet mindenki kedvébe járni, és ott volt a másik oldalon a félelem, hogy vajon a PUBG-mek örökre ilyenek maradnak. Ugyanis van, aki szeret építeni, de mégsem a Tryhard a Baréna módban szeretné kiélni magát. De egyet se féljetek, ugyanis most már van külön Zero Build mód, a megszokott PUB építéssel együtt, és természetesen az aréna is. Illetve leakek is vannak már arról, hogy konkrétan Zero Build arénát is terveznek berakni, ami egyébként nem tudom, hogy hogy fog bármiféle különbséget tenni azon kívül, hogy egy számlálót tudsz növelni, hogyha sikeres vagy benne. Ugyanis a Siphonnak és extra materiálnak itt nem lenne semmi értelme. Minden esetre egy zseniális húzás volt az Epic részéről ez a mód, és rengeteg új és régi játékos tudja élvezni a Fortnite-ot úgy, mint ezelőtt soha. Egy filmbe illő jelenetet élt át egy gamer, legalábbis a saját bevallása szerint. Pár napja egy történetet osztott meg Redditen egy fiatal, játszani vágyó személy. Egy teljesen hétköznapi és sokunk által is megélt hétköznapi helyzetben volt. Reggel ült a monitorja előtt, beszélgetett a barátaival voice chaten, és mindeközben egy híres neves periféria ékesítette a fejét, név szerint a Razer Kraken. Aznap viszont nem csak a szokványos funkcióját töltötte be, és mint kiderült, ennél sokkal hősiesebb célra is hivatott ez a periféria. Ugyanis, mint egy PUBG serpenyő golyó állóságát is sikerült fitoktatnia, és egy kósza eltévedt 9 mm-es golyót hárított, ami előtt még Amerika kapitány pajzsa is meghajolt. A képen látszódik, ahogy a golyó átrepesztette az ablakot, a fejhallgató szivacsos része egy picit szétszakadt. De az alatta található fémes merevítő teljes mértékben érintetlennek néz ki, gyakorlatilag a golyó pofájába nevetett. Persze ez nem ad okot arra, hogy valaki ezt utánozza, valószínűleg, hogyha direktbe kapta volna és az ablak nem lassította volna a golyót, megesett, hogy másképp alakult volna a dolog, de hatalmas szerencsére ez nem így történt. Úgy tűnik ez plusz egy indok arra, hogy miért játsz csukott ablak mellett, mint ahogy már a korábbi híradókból is megtanulhattuk. A körülmények nem tisztázottak, hogy vajon kisütött el a fegyvert, annyit tudunk egyelőre, hogy Kaliforniában történt az eset. Ez pedig nem valami meglepő, ha egy olyan országról beszélünk, ahol a sarkiboltban kuponra adják a kifli mellé is a Glockot. Nekem egyébként sosem volt Razer termékem, de most már biztos, hogyha a kötelező sorkatonaság lesz, akkor egy ilyet fogok a fejemen hordani, egy Razer maszkal egyetemben, hogy teljes legyen a szett.
Most pedig érkezzenek a villámhírek. Elon Musk úgy döntött, hogy kiterjeszti a portfólióját. A SpaceX-el meghódítja a világűrt, a Teslával az utakat, most pedig már a világhálót is beszövi, ugyanis a Twitter legnagyobb részvényese lett. A cég 9,2%-a az övé lett, ezzel egyébként négyszer több része van, mint az oldal alapítójának, és ez mindössze 3 milliárd dollárjába került. Valahogy ez az április első számomra nem volt olyan április egy, mint a többi. Lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, de teljesen kiment a fejemből, hogy létezik ilyen nap, és mintha mások sem poénkodtak volna úgy, mint régebben. De egy pár cég azért nem maradt ki a mókából. A Razer az előző hírtől ironikus módon pont ellentétes irányt véve itt olyan új technológiát ígér, amit magadra öltve ruhaként a játékban minden érzést tudnak szimulálni. De az én kedvencem a HyperX Touch Grass perifériái. Most már az otthonunk kényelméből élhetjük át a fű érintésének élményét. Most már csak olyan kéne, amiben mondjuk női hajszálak lennének ültetve, és minden érintést megtapasztalhatunk végre, mint igazi gamerek. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Szánhíradó heti részében. Hogyha tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, illetve iratkozzatok fel, hiszen tudjátok, új nap, új hírek. Én Szán voltam, és ne felejtjétek, a Razer fejhallgató a játékban nem, de a valóságban megvír a headshotból.